A nagy duett férfi sztárjai észrevettek magukon egy pozitív változást, kevesebbet vagy egyáltalán nem horkolnak. Ez persze nem véletlen, hiszen már kutatók is megállapították, az éneklés erősíti a torokizmokat, így akik naponta énekelnek, kevesebbet horkolnak és kevésbé érzik magukat fáradtnak. Laci! Na megint! Mindig szundikál! Nótár Méri büszke lehet izomkolosszus duett párjára, aki a duzzadó bicepsze mellett a torokizmait is megedzette az énekórákon, így elmúlt a horkolása. Hát elmondások szerint szintén úgy az utóbbi pár évben már úgy néha rádőrentek. Igaz, hogy én ezt nem hallom, mondjuk az lenne katasztrófa, ha rakelnék föl. Fekete László megrögzött horkoló hírében áll. Azonban mióta énekórákat vesz, családjának van néhány nyugodt éjszakája, ami részben énektanárának, részben pedig Mérinek köszönhető. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez az én érdemem, na jó, meg az övé is, hogy nem horkol. Hát itt nagy örömet okoztam a családodnak. Igen, igen. Egy brit kutatás szerint ugyanis az énekórákon elvégzett gyakorlatok miatt olyannyira megerősödnek a torok izmai, hogy néhány hét után jelentősen enyhülhet még a legdurvább horkolás is. Hiszen a horkolást főként a lágy szájpadlás és a felső torok izomzatának gyengesége okozza. Ezért ezeknek az izmoknak a megerősítése valószínűleg enyhíteni fog a problémán. Nem tudom, hogy mennyire van összefüggésbe a horkolással. Az tény, hogy rengeteg olyan skála van, ami trenírozza, erősíti úgy a hangszalagot, mint az izmokat. Ezek a gyakorlatok nem csak a horkolást enyhítik, hanem azt is, hogy az énekesek minél magasabb hangokat engedhessenek ki a torkukon. Részben a személyes adottságainak, részben pedig ezeknek a skáláknak köszönhető, hogy kukiból ilyen hangmagasságok törtek elő. A sanyon rögtön látta, hogy tudom szépen magasan énekelni, csak az ebben, hogy gyorsan elfarad a hangom. Szóval én ettől félek, hogy valamikor annyira és akkor ott fog már annyira és utána már semmi nem lesz. Kukival is előfordult már, hogy felhorkantott éjszakánként, de csak akkor, ha háton fekszik. Ének tanárával ők is dolgoznak azon, hogy ez többé ne forduljon elő. Mert fogom mondani a Sarinak, hogy óvatosan megyünk egy ilyen zene, ami nem kell ilyen magasan énekelni, mert nem akarom orkulni, mint egy 80-85 éves papi. Gesztesi Máténak mostanában nincs sok ideje aludni. Délután szokott rátörni a horkolás, de az utóbbi időben kimaradt életéből a délutáni siesta. Akkor ugye eldőlök, így kiterülök, és olyan, és akkor eltölek szoktam horkolni, a Magnus ezt állítja. Cserpes Laura szerint Máténak a nagy duett indulása óta a hangja is sokat fejlődött. Egyre jobban énekel, egyre jobban mozog, szerintem egyre felszabadultabbak leszünk a színpadon. A nagy duett versenyzőinek torokizmai tehát folyamatos edzésben vannak, amelynek nem csak a párjuk örülhet, hanem alvó partnereik is. Vasárnap este önök is meghallhatják, hogy a sok torokedzésnek köszönhetően mennyit javult az énekesek hangja.